Évek óta kutatják az orvosok a kénes víz hatását a női szervezetre. Ez idő alatt több mint 100 meddőséggel küzdő nőnek segített teherbe esni. Beáta is közéjük tartozik. Az eredmények meglepőek. Vetekszenek a Lombik program eredményeivel. Statisztikák szerint a kénes vízzel gyógyított nőknek közel fele egy éven belül terhes lesz. Azok is, akiket meddőség miatt más módszerekkel korábban évekig sikertelenül kezeltek. A kénes víz legfőbb hatóanyaga a benne oldott kénhidrogén, orvosi nevén hidrogénszulfid. Akkor szabadul fel, amikor a vizet beleengedik a kádba. Ez adja a víz jellegzetes illatát is. Gyógyászati szempontból azért kiemelkedő, mert minden más kénvegyületnél gyorsabban szívódik fel a szervezetbe. Különleges tulajdonsága szemben más kénvegyületekkel, hogy 150-szer gyorsabban szívódik fel, mind a bőrön, mind a légutakon, de nőgyógyászati szempontból nem különbös, hogy a hüvely hámon keresztül is. Kádfürdő közben a kénhidrogén optimális mennyiségben jut a véráramba, és onnan az összes sejtbe. Legfőbb hatása, hogy testszerte fokozza a vérkeringést, így a belső nemi szervekbe is több vér jut. Így eljutva a szervezetben mindenhova, kifejti vérátáramlás fokozó, érellazító, izomlazító hatását. Mennyire vastag a vitt? A vizsgálatokat dr. Varga Péter főorvos vezeti. Mutatja, hogy a meddőséget sokszor ilyen a belső nemi szerveken lévő krónikus gyulladások okozzák. A petefészek gyulladása zavart okoz a peteérésben. Rendszertelenné válik, vagy teljesen el is marad. A méhnyak gyulladása a spermiumok továbbjutását akadályozza a méhbe. A petevezeték gyulladás összenövéseket okoz, ezért a spermium nem találkozhat a petesejttel. A gyulladt méhnyálkahártya pedig a petesejt beágyazódását nehezíti meg. A krónikus gyulladásnak egyik sajátossága, hogy nem jó a vérátáramlása. Látható, hogy milyen a különbség. Úgy gyógyít a kénhidrogén, hogy javítja a vérkeringést a gyulladt területeken. A jobb vérárammal több immunsejt is érkezik. Helyreállítja a szervek normál működését. Jobban dolgoznak a petefészkek, vastagabb lesz a méhnyálkahártya, a terhességet akadályozó gyulladások eltűnnek. Létrejöhet a terhesség. A legszebb esetet hadd említsem meg. Igazoltan kétoldali petevezető elzáródással nálunk jelentkezett 40 éves hölgy, az összes lombik lehetőségét már kihasználva, a mi kezelésünk után másfél hónappal, két hónappal jelentkezett, hogy pozitív a terhességi tesztje. Középidőben küldte az ultrahang felvételt, és azóta már boldog anyuka. A petefészek volt az, amit konkrétan éreztem, hogy a petefészek dolgozik, tehát ott, ahol voltak a problémáim. Beáta is spontán esett teherbe, alig egy hónappal a kezelés után. Nála is gyulladás volt a gond, az úgynevezett endometriózis. 3 évig vártak a gyermekáldásra. Vártuk, hogy talán fél év, talán pár hónap, de nagyon nagy volt az öröm, mert ez tényleg egy csoda volt, hogy így ilyen gyorsan sikerült. A Lombik programban résztvevőknek is javulnak az esélyei. A kezelés után több a sikeres beültetés. A kezelés bentlakásos, mivel a víz hatóanyaga, a kénhidrogén könnyen elillan, csak helyben lehet felhasználni. Kulcsfontosságú az adagolás. Az orvosok 2 naponta 20-25 perces kádfürdőt írnak elő, 3 héten keresztül. A gyógyfürdő hatását a 3 hét alatt többféle természetes gyógymóddal egészítik ki. Ilyen például a gyógyvizes iszappakolás, amely gyulladás csökkentő hatóanyagokat juttat a szervezetbe, vagy a speciális mágnesterápia, amely szintén a keringést fokozza és felerősíti a kénes víz hatását. Az orvosok azt javasolják, évente érdemes a kezelést megismételni, hogy a meddőséget okozó nőgyógyászati problémák ne újuljanak ki.